Azért ez néha, kimondom, hogy hiányzna a H betű, a mentál bontót, és úgy kikapcsolta a gép, hogy hogy csinál, akkor ezt most inkább talán nem mondjuk, erről ne is beszéljük. Sírok a röhögéstől, komolyan mondom, ez nagyon komoly, de tényleg, ez kész, és nincs is itt senki, mindenki elment gyorsan. Mentálbontó volt férinformációval. Kikapcsolt rá a gép, a Norisok gépe, az eszköztársaink Norisok anyagbiztosító szekciósoknak a gépe azt mondta, hogy aha, hát erről még nem beszélünk, még szeretnénk egy kicsit mentálba maradni. Jól van, visszajöttetek, látom. Azért ez milyen móka. Mit szóltak hozzá? Durva. Jaj, igen. Jó, tehát a H betű. Mária, láttam közben, hogy írott, hogy milyen eszközre van szükség. De jó, hogy végre valaki azt egy után visszakérdez, amikor elmondtuk. És itt, hogyha egész eddig süket fülettek beszéltünk volna, az a 600 eredet, gyerekek, 600 eredet nem volt képes egy nyomban közös kommunikációs eszköztárat összerakni az eredetek teremtői központjának, hogy a saját eszközeinkkel, és az már egy olyan minőségű legyen, hogy jó, tehát hogy mi az eszköz, ugye, amit mondtam 2 nappal ezelőtt, mondtam el az élőbe, szíveim, hát meg van nyekkenve a telefon, és már nem vehetek a saját rendszerem szerint, hanem az eredetek közös kommunikációs telefonja. És hát itt szétrögjük magunkat ezzel a mobilnettel, vacakolunk itt ebbe a térbe, mert hogy ugye elvileg nem itt kéne lenni az eredetek teremtő központjában, nem itt kéne lennie már a helyenek a térbe, tehát az ingatlan se nagyon. Valaki nagyon dugdossa az ingatlan, valahol az eredetek teremtő központja tudna dolgozni, mert hogy nincs helyünk, terünk még mindig, fizikai terünk a térbe, ahol tudjunk össze dolgozni, amikor így jönnének, és hát jönnének szegények, és raknák egyébként ide be a munkarészüket azok az eredetek, akik éppen akkor aktuálisan együtt kéne dolgozni. Ez nincs hol. Hát ettől sírok a legjobban, már komolyan ez a röhely kategória, hogy mindenki várja a változást, és közben miután rajtunk keresztül teremtődik, addig, amíg mi nem teremtjük meg, ugye hát ezt mondtam el a 2 nappal ezelőtti élőbe, hogy addig tartják a 3D trukisok ezt a vagyonfelhalmozást és az ökörségekre pocsékolják el, amíg mi legalább annyit meg nem teremtünk, hogy át nem fordítunk pontosabban, hogy már pedig nem beadunk annyit, legalább egy olyan ingatlant az eredetbe, hogy legyen egy központi helyünk, ahol, amikor bejönnek az ország különböző pontjairól, akkor legalább ott is tudjanak aludni, legyen egy olyan nagy tér, ahol össze tudnak jönni, és ahol ott van az az információs eszköztárunk, a számítógépek és a telekommunikáció, tehát ilyen alapvető, ami úgy egyébként, amikor érted, amikor gazdasági érdekközösség, gazdasági vállalkozások, ezt én ugye mert egy csomószor megcsinálok, a könyvelő irodám volt, de itt az eredetek teremtőiben nem csinálhatom úgy, hogy ez az én vállalkozásom, vagy az én cégem. Nem csinálhatjuk. Nagyon sok minden le van blokkolva, és le van tiltva, hogy nem csinálhatjuk már azokon a módokon, ahogy eddig ismertük,
megvan a teremtői törvényszerűsége, és azt kéne összecsúsztatnunk és manifestálnunk, mert ez adja azt a mintát, és azt fogja, ugye itt kérdezte Emilia, hogy hogy fognak majd jönni a 3D-sek, és akkor ők hogy fognak majd, mi lesz, hogy lesz az, hogy majd akkor meddig szavazgatnak még ott? Hát pont addig szavazgatnak, amíg mi ezt itt meg nem csináljuk, mert az adja azt az erőt, azt az áthúzó stabil, amikor mi ezt a fizikai szintig manifestáltan erőbe össze tudunk így állni, legalább egy ingatlan szintjén és egy ilyen minimál eszköztárral központként képesek vagyunk működni, abban a pillanatban omlik, bomlik, szakad, és kinyílik, és rántódnak át az anya, aki eddig abba a szintű, a harmadik dimenziós anyagszintbe kapaszkodott, és annak a működési és teremtési módja szerint ragaszkodott az eddig bemanifesztált anyagsíkú dolgokhoz, az fordul, bomlik, és egyelőre azok haladnak át ugye a duális szintre, ahol már más az energiája ezeknek az anyagszintű, eddigi anyagszintű teremtéseknek is, tehát itt most ingatlanokról, ingóságokról, milyen másról beszélek, és eszközökről, technikai, technológiai eszközökről is. Egyébként pont ez nyitja a technológiai teret is, hogy már, hogy az is felszabaduljon, és annak az eddigi érvek, gazdaság, tehát ugye egész eddig azt folytotta le, hogy az érdekgazdasági eddigi 3D-s működésű teremtések, ugye ezek a gondatlan teremtéseink, na igen, ja, hát akkor itt hagytuk abba, tehát a telefon, igen, ezt mondtuk ki a Hiamnastrával, na akkor vissza a H betűjéhez, most már nem fogja kijutni a gép, meg a net se szerintem, mert most már jól áthúztam az energiát, hogy miért vele mondok ki ilyen teremtői igazságot, mi az a H betűnk, együtt ugye neki a megteremtés alapja, mindig az a legfontosabb eredet képességünk, az a legerősebb, ami a megteremtésünk alapja. Tehát a köré lett felépítve mindenkinek az eredet neve, mondjam úgy, a minőségek, a többi minőség, amiből aztán hangzók formájában egy nevet is lehet formálni. Tehát itt nem a név a lényeg, hogy most Marika vagy Bözsike vagy Sanácska vagy Fabienácska, hanem a minőség a lényeg, és annak is mi a központi magja, a megteremtés alapja. Most akkor mondom a H betűt, ugye az angyali frekvenciában a H betű, az a mentál struktúra gyógyítója, ami mit jelent? Minden, ami harmadik dimenziós, poláris teremtésünk, az mind mentális teremtés. Pozitív, negatív, fejben, mentál, és ugye akarattal. Harmadik dimenziós, hármas csakrás, akarat, fejben. És a volt férj, ennek neki ez a megteremtés alapja. Ő addig fogja nektek ott lent tartani ezt, amíg mi meg nem csináljuk azt, hogy legalább a krisztusi egységtudatba be nem állunk, mert addig nincs hova menni. Tehát addig neki ezt tartani kell. Nekem, nekem pedig a legfontosabb képességem a második betű. Tehát mi így vagyunk együtt összerakva, és amikor mi ketten, mondjam úgy nő-férfi minőségben kimondunk két oldalról, eredet szinten, nem szokta tudni, de ugye általam mindig mindenkit, nagyon sokan nem tudják, hogy fogom, fölhúzom eredetbe, tartom azt az eredet teret, tehát én mivel abban vagyok, és ahogy én kimondatok vele egy igazságot, és az összeadódik a kettőnk igazsága, ezzel írunk át, ezzel fordulnak az alacsonyabb struktúrájú rendszereink. Tehát
magunkon keresztül. Tehát ő addig tartja ott lent ezt a piramis struktúrát, nagyon komolyan, ráadásul az egész hivatali struktúrát tartja bent a rendszerbe. Jó, és amikor kimondunk egy igazságot, akkor az fordul, és az a rész, amit ki tudunk mondani együtt, és egyetértés van, egységtudati szinten, eredettudatszintű egységtudatszinten egyetértésben mondjuk ki, sőt, van, amikor jól át is szoktuk röhögni ezeket, tehát szeretünk humorral menni ráadásul, és akkor azok az információk és azok a struktúra részek átmozdulnak. Így teremtjük át magunkat. Tehát azoknak kérdés, hogy mi lesz azokkal, akik, mit csináljuk itt, ők akkor tudnak jönni, hogyha mi ezt itt megcsináljuk, mert akkor nyílik nekik a tér, és akkor tudnak belőle fordulni, akkor tudnak eszmélni, ébredni. Jó. Most néztem ide, csak már annyira elvitt az energia, hogy mondjam. Jó, érthető ez így? Hogy hogyan teremtünk? Ja, igen. És akkor, amit kimondtunk most tegnap a Jemnasztrával, az eszközökről, hogy a kommunikációs eszközökről, ugye ez a... Azért van benne. Most behúztam, és kettőnk helyett beszélek, és már ugye, és hát ahol benne torzulás van, az bennem megjelenik, és ahol ő még folytana be, hogy ezt nem mondják, hogy itt van az energiája, és ahol ő kifordult állapotban van, halljátok, hogy befolyt energetikailag, azért kényes témáról beszélünk, és még nagyon-nagyon sokan hatalmas nagy energiákkal és érdek technológiások, eszköztárosok, eszközgyártók, gondoljuk már végig akkor, jó, csak ezen menjünk végig a telefonon. Nézzük meg, hogy hány márka van most a piacon. Mi ez a technológia, ez az anyag, amiből most létrehozzák, és hány, mennyi, tehát az összes márka, ami van, bolygószintről beszélek nyilvánvalóan, az összes márka, ugye egymással is versenyeznek, önmagukon belül is, a folyamatos fejlesztéseik évről évre jönnek ki az újabb kutyujaik, és már ugye nem raknak rá frissítést, tehát annyira felgyorsult most már a fizikai kommunikációs eszköznek a folyamatosan újat dobunk a piacra, az hihetetlen sok anyagköltség, megszólalt bennem a könyvelő, és ugye a másik oldalról, a földgyógyító oldalról pedig ugye látjuk, hogy gyereke, tehát ez jó, tehát belefulladunk ebbe a történetbe, és 5 percenként dobáljátok el ezeket a kacatokat, és már tényleg, és ez csak egy ilyen kis vicc tétel, és az összes eszközünkön így végig mehetnénk. Tehát mi az, amit le kell szedni nagyba, nagyon komolyan erről, az egymáshoz képesti verseny miatt rengeteg gyártó gyártja ezeket az eszközöket. Egyszerűen ezt kell felfognunk, hogy az a születés csatorna, hát most nem tudom, próbálok úgy állítani, nem jó? Másik ide? Nem? Na, hogy lesz ez vajon jó? Így megpróbálom ezt hozzá, hát remélem valamennyit látni fogtok belőle. Jó, tehát az a születési csatorna, amiben megyünk most. Jó, és akkor itt van a 3D-s piramis rendszerű struktúránk, látszik, igen, és ugye, alatta a piros pókháló tartja ezt az egész rendszert. Jó, és a piramis hierarchiában vagyunk. Ugye egy kétszeres, háromszoros fordulásban megyünk, de most az egyszerűség kedvéért nem mutatom meg, ugye mindig a
így szoktam rajtolni, hogy van egy, ugye itt fekszünk, itt még fekszünk, egyet fordultok, így jöttök át ez a 4D, ez amikor a duálban nyomjátok, 4D duál, igen, és ez még a 3D, az összes gyártó, eszközgyártó, az itt van a 3D-s polárisban. Ugye, és itt még versennyel mennek, és a rengeteg szolgáltató. A duálisban, ez most nem, ne is fejtsük ki, jó? Nem tudom, hogy mennyit változnak a duális szinten egymáshoz képest a versenytársak, de igen, a technológiájuk, igen, itt kezd el kinyílni úgy a technológia, ugye itt mondjuk azt, hogy nyílt forrás, nyílt forrás megosztással mennek, tehát itt még titkosak egymáshoz is képest a fejlesztéseik és a technológiáik, itt pedig a duálban, ugye ez az, amire már ki vagyunk nyírva, lassan már ezt is szeretnénk kinyírni, igen, ezt már azért mondom, jó, tehát ez még a nyertes-nyertes szintű, ez pedig a verseny kategóriás még, egymáshoz képest, a kinyírós. Jó, tehát itt megy a nyílt forrás megosztás, itt már csökken a pocsékolás, de még mindig sokan vannak. Jó, ebben most nem megyek bele, ezt tudják, ezt szerintem mindannyian ismeritek ezt a szintet, mert nekem nem ez a dolgom most, hanem az a dolgom, hogy azt mondjam végig nektek, hogy hogyan néz ki, amikor átfordulunk ide az egységtudati szintre az 5D-sben, hogy néz ki az anyagteremtés. Anyagteremtés. Tehát az eszközök. Látszik? Eszközök. Amikor ide átfordulunk, ugye minden, az a sok-sokféle kicsike versenytársasdi, akik vannak, mindenféle, most csak a telefont mondom, szolgáltatók. Emlékeztek rá, hogy csináltam arról, vagy arról nem csináltam rajzos videót, amikor az ingatlan mondom ugyanígy végig. Tehát igazából már az ingatlanos végigmondtam ugyanígy, hogy hova fordul, csak nem rajzoltam föl. Most a telefonnal már viszont, vagyis hát a kommunikáció jó, tehát a kommunikáció, kommunikációs eszköz között, jó, fizikai szintig, fizikai ötdés, hogy néz ki, jó, az a sok-sok különböző márka, és nem sokban különböznek egymástól, tehát teljesen fantáziátlan. Jó, tehát itt a versenyeseknél mi esik ki? Elsőként kiesnek a versenytársak. Jó? Tehát kiesik a verseny, ezért arra már nincs szükség, hogy egymáshoz képest versenyezve ugyanazt hozza létre, picike, hihetetlen pindurka eltérésekkel. Ugye? A nyílt forrás megosztás ezt kezdi el kinyitni. Itt van ugye a 3D-s nyomtatás, hogy már otthon is nyomtathatsz majd magadnak. Ezek mind ezt a versenytársas salalás bandát, érdek, biznisz, szemetelős bandát bontja, mint gyártókat. Jó, tehát itt ezen a szinten, a duálban ez bomlik le, és minősül át, és akkor hogy néz ki utána, ez egy átmeneti szakaszunk, amiben ugye már benne vagyunk, pontosabban ennek az előszelében vagyunk benne,
és láthatjátok már ezeket a technológiákat, még nem nagyon akarnak a nyílt forrással egyébként kinyílni. Ugyanaz, mit mondunk, nyílt forrás, megosztás. Tehát, hogy nem tartom meg magamnak, nem birtoklom azt az információt, azt a tudást, vagy azt a technikát, vagy technológiát, hanem mindenkinek a rendelkezésére bocsájtom az összes technológiát, és mindenki mindenhol hozzáférhet, és a helyileg a bolygó bármelyik szintjén bárki elkezdhetik azt ott, nem én telepítem oda a gyáraimat, és ugye harmadik ország beléjeknek ilyen baksisokért, épbérért, emberi erőforrással gyártatom le ezeket az ócska kütyüjeimet, hanem mindenki ott helyben, ugye ehhez például az ambientások, amit csak hogyha őket nézem itthon, de hát még rengeteg rendszer gondolkodik ezen, hogy olyan munkaállomások, ahova bemehetnek az emberek, és kinyomtathatják maguknak, vagy olyan közös kollektív műhelyek, ahol együtt előállíthatják a helyi kisközösségek maguknak. Ez nem az én témám, most csak így nagy vonalakba megyek bele, aki ezeket nem tudná, akkor nézzen utána, tehát ők nagyon szépen dolgoznak, szintén bolygó, szintén mennek vele, úgyhogy ez történik, ebben benne vagyunk, és nehezen megy még, hogy itt ezen a szinten is összeadódjanak, és kinyíljanak az emberek, és hozzáadják együttműködően a saját részüket, akár a tudásukat, akár a területüket, ugye mikre van itt szükség? Területre, terület, ingatlan, és eszközök. Jó, tehát ebbe vagyunk most itt benne, ez történik most a jelen pillanatban, tehát a közös kollektív szülőcsatornánkba itt játszadozunk, ez gyakorlatozza milliárd, csilliárd csoport. Most csak, még mindig csak ebbe az eszközbe megyek, és akkor ugyanígy felrajzolhatnám a szülőcsatornába az összes a mezőgazdaságot is egyébként ugyanígy, és az oktatási rendszert is, és minden. Lehet, hogy majd mindent fel is fogunk szépen így rajzolgatni. Nézem, hogy már csak öten bírjátok velem végig. Jó, klassz, mindegy. Tartsátok a fókuszt, aki még bírja, mert úgyis végig rajzolom. Jó, és akkor hogy néz ki az eredet, az egységtudati szintünk, amihez nekünk, hogy az 5D-s szintünket tudjuk teremteni, ennek a központját, a szellemi központot. Központot, minek a szellemi központját, ehelyett a kis, hát ezt most én feketével fogom rajzolni, jó, mert most még ez a szellemi központotok van, ez a kifordult bandzsakancsal mindent látó szemetek dirigál ide nektek, jó, tehát ezek a mostani politikusaitok és a mostani vezérbanda, aki viszi bolygószinten az egész történetet, tehát ők csak erre a kis viccre vannak szerződve, ott is tartanak szellemi szinten, nekik az a dolguk, hogy ők azt addig tartsák, amíg itt mennyiségi ember ott tart, ugye, és akkor nyomáspréssel mennek, nyomja őket lefelé, hiszen úgy fordulunk, hogy lentről lehet kifelé fordulni, tehát nem fölfelé kapaszkodunk, lebegünk fölfelé, be, mélyre, le, be, és önmagadon keresztül fordulsz át ugye ide a szívtérbe, a duális szintre, és majd a kristálytudat szintre. Jó? Tehát a szellemi központ ehelyett, akik most a mentál, ők a mentál központ, tehát a fejből akarattal irányítás, ugye? És akkor itt vagyunk mi a H betűsök, hogy bontjuk ezt a teljes mentál struktúrát, rétegről rétegre megyünk,
és ezeket a mentális csoporttudatokat, egyébként ezen dolgoznak a tiltások is, minden, ami a tudatalattiba informálódtak, azokat bontjátok le magatokban a saját rendszeretekben, és az ugye visszahat, hiszen együtt rakjuk össze. Tehát ezt emberek rakják össze. Ez nem egy rajtatok kívülálló rendszer, hanem rengeteg keserű szájú, mentális fejfelkötésű embernek a mátrixának és a figyelem a fókuszotokkal vetítitek ti ezt. Tehát ugye ezért mondjuk mindig azt, hogy vedd le a figyelmedet, mert ti tartjátok, és a bamba keserű, dühös, akár még akik még annyira buták, hogy azt hiszi, hogy neki ide kell teremteni, és ő még itt akar játszani, és nyerő csóka jó, tehát ezek a versenyesek. Tehát mert még mindig vannak olyanok, akik tényleg azt hiszi, hogy még ide kell neki, tehát teljes döbbenet. Jó, miközben már itt vagyunk zömébe az átmeneti szakaszba, és akkor ott van a szellemi központunk. Amíg mi nem teremtjük meg a szellemi központnak, az anyag, és elsőként ugye, szintén, tehát elsőként egy ingatlan, ahol a tér, amiben vagyunk, és a központ működéséhez az eszközeinket, azért vágjátok, hogy ezt aranyat csinálunk, és ezt meg feketével, jó, amin belül ez történik, jó, tehát ingatlan és az alapvető ingóságok, ingóság bele, és az eszközök, kommunikációs és az információ terítő eszközeink, jó, tehát egy ilyen ez az eredetek központjának, és abban a pillanatban, amikor ez manifestálódik, és ugye ennek van egy teljesen, mind a három szintnek teljesen más a törvénye, hogy hogyan teremtesz. Ezt már ismerjük, ezt most gyakoroljátok, és ti, akik velem jöttök itt az eredet teremtői központjába, elsőként eredetek, ti meg már ezt gyakoroljátok. Lehet, hogy úgy, tehát ez egyszerre történik, ez a két szint egyébként. Ugyanis mindig három szint, tehát látjátok, tehát mindig hármas egységben kell lennünk, és úgy tudunk átfordulni, átmozdulni, és ez a sok ember kiszabadulni, ha mi itt ezt bemanifesztáljuk. Ahogy ez bemanifesztálódik, ez az anyag teremtői szint bomlik. Érthető ez így? Logikus? És ennek teljesen más a törvénye. Mi a törvénye? Mindenki egyenrangúan azt rakja bele körbe. Nincsen piramis, hanem kör egység van. Jó? Ráadásul ugye ez a mag, szik, hám, hármasság egységünk van. És minden rész, látod, minden rész, teljesen mindegy, hogy mit hozol, ingatlant hozol, ha egy számítógépet hozol, ha egy telefont raksz be, ha egy szőnyeget raksz be, ha egy izért, tehát most csak a fizikai szintjét mondom, de mindenre ugyanígy igaz, hogy nincs egymás között mérce, hogy az a értékelés, ami itt volt lent értékmérő, pénzen keresztüli értékmérő, ez már itt a duálba bomlik, ugye ebben segít nektek nagyon sokat a fejeteket lejönni a pénzben értékelésről, és a külső címkében értékelem számokban értékelésről segít lejönni a duális szint, ebben segít a bitcoin rendszer, ami ugye azért is egy zárt rendszer és egy véges pénzügyi rendszer. Nem mindenki fog belemenni, nagyon sokan kihagyják, mert már ilyen alternatív pénzügyi rendszeren keresztül nagyon sokan bontották le, és rengetegen vannak. Tehát amikor itt a duálba beérsz a szintre, akkor te már ezt tudod. Tehát akkor már megérkezik, hogy milyen az egységben egyenrangúságban rakni a történetbe, és így gyakoroljuk le.
tehát a nyílt forrásos megosztásnál, amikor ezt kezditek el érezni, hogy nyertes-nyertesként jöttök ki még a szolgáltatóiparos, vagy az átmeneti időszakos gyártós rendszerekből. Jó, most még mindig csak a kommunikáció, más nem tudom, egy csomó mindenbe elmegyek. Jó, és mi a csodája egyébként ennek? Miért arany ez számunkra? Egyébként ez az aranykor, ahova fordultok, csak úgy mondom. Jó, csak most egy kicsit másmilyen aranykorba fordulunk, mint ahogy eddig bármikor. Hogy néz ki? Hogy állnak itt össze az eszközök? Miért olyan nehéz? Miért nem lehet az, hogy én innen, sanaként elfutkározok, és itt veszek egy ilyen, ez szerint az energia szerint, a saját pénzemen egy eszközt, és én ezt itt helyettetek, és majd én mindent itt én megcsinálok nektek, ti meg majd csak úgy jöttök. Nem, jó, tehát ez nem mindenkinek a magáért kell belerakni, és úgy néz ki, azt képzeljétek el, hogyha most csak a kommunikációt nézzük, hogy minden, ami itt lent voltak különböző kommunikációs eszközökben fejlesztések fizikai szinten, amennyire egyre ügyesebbek lettek ezek a kütyük fizikai szinten helyettünk, és ezért totál lehűltünk. Egyébként ez egy segítség volt nektek. Tudjátok, mire segítség? Amikor a mentálisok azt hiszik, hogy Úristen, elhűltek a gyerekeink, jaj, mert nem tudja a mentált, mert nem gondolkodik a mentál szerint, hanem a kütyük csinálnak meg helyette egy csomó mindent, az azért van kicsinyeim, mert ők már nem hajlandók innen ide lehűlni a mentálba, hanem ezzel is gyakorlatilag bontottuk a mentált, csak már kész vagyunk vele tulajdonképpen lassan, teljesen, úgyhogy most már ez jön. Jó, tehát ez is benne van, remélem, hogy ezt értettétek, ha nem, akkor kérdezzetek rá, azt hiszem, hogy ezt még sokszor kell elmondanom, lehet, hogy ezt én is visszahallgatom, és ezt a részt ki fogom külön domborítani, hogy kezdjetek majd el ezekre a technológiáinkra máshogy is nézni, és akkor mondom azt a részt, hogy az a nagyon sok minden, amit átvettek tőlünk, és segédként úgy néz ki, mintha ezzel elhűltünk volna, és helyettünk csinálta meg az eszköz, az tükörben minden itt, amikor átmegyünk a szülőcsatornán, a szellemiben képességként, és ez egyszerre történik egyébként, tehát itt, ahogy megyünk, és itt a technológia, egyre fejlettebb technológiákat csinált eddig, az szellemi szinten mi egyre fejlettebbek ugyanannak a valódiát, egyre inkább eljutottunk ugyanabba a sávba, csak szellemileg, tehát hogy szellemileg is meg tudom csinálni ezt az anyaggal, amit eddig a fizikaiban fejlesztettünk ki. Értitek ezt így? És abban a pillanatban csak addig kell, van szükség, hogy még mindig fizikaiban fejlesztünk, amíg itt, ide át nem húzzuk, és el nem kezdjük ezt megélni, megtapasztalni, és leszünk már végre annyian, akik ezt a szellemi szinten összerakjuk, és a fizikai itt pakoljuk. Mit csinálunk ehhez, drágáim? Most együtt teremtőiben, akik itt vagyunk, veszünk egy mély levegőt, és az összes kommunikációs eszközünket, ami eddig volt, együtt, körbe, ez piramis lenne, nem biztos, hogy látszik, milyen színnel csináljam akkor, csináljuk zölddel, vagy a tök tudja, legyen na, valami vastag filc kéne, legyen. Ambarelsek filcéből veszek elő, most itt szóltok hozzá. Jó, és megyünk körbe, és pásztázza mindenki az összes technológiát,
a telefonok, most csak a kommunikációs eszközök, ja, internet, legyen benne akkor a számítógép is jó, az is kommunikációs eszköz, és körbe a tudattal, tudat tiszta fényével bevilágítva az összes eddigi technológiánkat, amit eddig gyártottunk, minden cég, minden izén, minden időben, minden akármi, bármi, az pásztázza a közös kollektív eredet teremtői tudatunk, és húzzuk be, és fordítjuk át, és születik meg, jó? És itt születik meg, és ide kerül be, és itt bemanifesztáljuk, oké? Okay? Tehát ide jön, és itt lesz egy olyan összeadódott, most a hatan vagyunk, heten vagyunk, jó? Heten mit gondolok? Nem, hanem jó, ez egy hetes a hétből a nyolcba, fordulás, jó? És az, amit ide bemanifesztálunk, és azt mondjuk, hogy ezek lesznek itt a kommunikációs eszközeink, ide fordulnak át, azok olyan eszközök lesznek, hogy mindent összeadódottan, egybegyúrtan, tehát ezeket így húzza be középre, minden, középre, jó? És jön át a szülő csatornán, és itt, amikor átfordulunk, akkor bum, így megszületik, bam, és itt van. Mi az, ahogy megszületik? Az, akik jönnek be, és hozza be, és dobja be, azt az eszközt, azokat az eszközöket. De ennek a minősége, egyébként ezt szerintem a formában is látszani fog gyönyörűen, hogy teljesen más minőség, és energetikailag meg aztán mindenféleképpen. Na most ezek lesznek azok az eszközök, amik már a szellemtudat által nem ilyen ócska, gyorsan lebomló anyagból, gagyiból. Ugye ezért mondtam azt, hogy drágáim, minőséggel megyünk, jó? Tehát abban a pillanatban, amikor azt mondod ki, hogy egy csepet, hogy így adják, abban a pillanatban te lerántódsz ide a külső értékméről, és a gagyi tucat, 5 percenként dobunk ki ilyen bohóc telefonokat a térbe. Jó, ezt mi teremtjük? Rajtunk keresztül teremtődik. Oké? Okay? Tegye fel a kezét, aki érti. Ezt jól összefirkáltam ezt a táblát. Remélem, hogy látható volt ez így. Jelezzétek! Most ezt megvárom, jelezzetek, ki érti, legalább egy olyat, értem, vagy nem értem, de látom, végigfigyeltem, hozzáadtam, vagy valamit dobjatok ide. Látható. Aha. Oké. Okay. Ez a teremtői energia hozzá abba. Aha. Szuper. Egy Nélias és egy Fabiola. Aha. Figyeltem. Látom. Egy Ambarás is itt van. Köszönjük szépen. Tehát egy Ambarás. Fabiola, Elsadály. Fabiéna, a dupla a teremtő, és a Niriászunk, a templomistenünk a Sekina frekvenciásokból, és akkor nyilvánvalóan valószínűleg a többieknek nem nagyon tudjuk, hogy mi az eredete, és hogy mit adnak hozzá teremtői energiával és szándékkal ehhez a közös kollektív teremtésünkhöz. Jó? Tehát a kérdés, hogy hogyan néz ki az eredet központunk, és hogyan történik a manifestációja. Akkor most első válasz erre, így végére értem be, de értem. Mária! Rendben tartunk. Rendezd nekünk, kérlek, jó? Még egyszer akkor tudati pászta. Húzzuk át az összes kommunikációs eszközt, ami eddig a teremtésben agyesz-gagyeszok voltak, meg versenytársas, meg mi egymást. Nyílt forrásosoknak még hagyunk egy sávot, mert ott még elég sok minden lesz kidolgozva,
de legalább annyit, hogy nekünk itt bemanifesztálva, itt legyen a teremtő központunkba jó, tehát ingatlan és a hozzátartozó eszközök, hogy ez ki fogja és hogy bedobni, hát ezt majd látjuk, izgalmas lesz, igaz? Kiket húzunk be ezzel? Kik lesznek azok a csapattársak, akiknek az volt a dolga? Mert hogy ezen a szinten ez is le van ámosztva, le van ez zsírozva, hogy ki mit rak bele, csak nem tudja. Jó, és most a H betűnkkel, mi így az én volt férjemmel, ezzel nagyot mozdítunk, hogy ketten együtt összeadva, tessék kérem emlékezni, mentálbontók vagyunk, és annál inkább érezni fogja, mert ugyanis a, most ezt, hogy ide bemagoztuk, ide az eredetek magjába ezt behúztuk, ez olyan szinten fogja rántani az, akinek az a dolga, hogy ezt tolja ide, hogy szakadni fog, hogyha még itt versenytársazott bármivel, akkor az omlik neki, bomlik neki, elkezd itt játszani, és úgy néz ki, ugye háttal van a történetnek, és az eredet magja úgy fogja fölfelé rántani, hogy ez az, amire azt szoktuk mondani, ugye, hogy seggel, farral, fejjel, háttal rántottuk be ide, tehát nyilvánvalóan ezek a emberek, eredettesok, bárkik meg is fognak jelenni valamilyen módon itt a térbe, vagy már jelen is vannak, már be is vannak rántódva, nem tudom, meglátjuk. Csak nem tudja, mert a feje az ide vagy ide fókuszál, és azt hiszi, hogy neki még itt kell valamit csinálnia, miközben ide kéne, tehát meg kéne fordulnia, és ide raknia a tekintetét, hogy ja, hogy én ide csináltam ezt, amit eddig itt teremtettem, én ezt hozom át ide, és ennek itt van a helye, és nem itt, és nem itt. Értitek ezt? Jó? Tehát ez lesz ennek a lényege. Hú, na menjünk aludni. Éjjel 0 óra 25 van. De nem úgy alszunk, tehát éberalvásba alszunk. Jó, és teremtünk tovább. Oké? Okay? Jó, legyen ez így. Ez, szerintem ez egy nagyon erős információs videó most. Jó? Sziasztok, pihenjetek. Jó, hogy vagytok. De tényleg.